bölcsesek sokaságában is, de igazi bölcsesség az magától Istentől származik egyenesen. He who lacks wisdom needs to just ask of the Lord who gives liberally, James says. Ugye a Biblia azt mondja, hogy akinek nincs bölcsessége, az kérje Istentől, és ő készségesen és szemrehányás nélkül adja. God looks at these, his people and he says, you're a rebellious people, you're turning to Egypt instead of me. És itt Isten a népére néz, és azt mondja nekik, hogy lázadó nép vagytok, mert Egyiptomhoz fordultok helyette. Keep in mind, Egypt represents in the Bible, it's a picture of the world. És tartsuk azt is a fejünkben, hogy a Bibliában Egyiptom a világot jelképezi, a világ rendszerét. God purchased his people out of the world system, out of Egypt. Pedig it's called the Passover. Kiváltotta, megváltotta az ő népét Egyiptomból, ugye a világrendszeréből, a Páska által. Okay. He purchased them. Remember they were to put the blood of the lamb upon the doorpost, and that signified that they were covered under the blood. Tehát ő megváltotta, vagy megvásárolta őket. Emlékezzetek arra, hogy a báránynak a vérét az ajtófélfára hintették, és ez azt jelképezte, hogy ők a vérrel be vannak fedve. God drew his people out of the world system of Egypt into the promised land. Tehát Isten kivezette, kivonta az ő népét a világrendszeréből, Egyiptomból, és bevezette őket az ígéret földjére. And now here they are turning back to the world for help. És most pedig itt vannak, és újra a világhoz fordulnak segítségért. But aren't we so much like that? What is the latest philosophical cool phase that the world's in? De nem mi is nagyon hasonlítunk hozzájuk. Azt kérdezzük, hogy melyik is a legújabb filozófiai irányzata, amit a világ követ? What does cultural acceptance dictate? Vagy mi is az, ami éppen elfogadott a társadalmunkban? What is my, favorite rock star telling me? Vagy mit is mond nekem az én kedvenc rockcsillagom? Or what do the talk shows say? Vagy éppen mit mondanak a különböző beszélgetés meg vita műsorok? I can already answer that one. Nothing. Ezt már megválaszolhatom nektek, semmit nem mondanak. But yet we find that we're looking in so many directions, and God says, look to me. De mégis mi olyan nagyon sok különböző irányban keresgélünk, és Isten meg azt mondja, hogy tőlem várjátok a segítséget. Learn by faith to lean upon the Lord. Ezt mondja, hogy tanulj meg hitáltal az Úrra támaszkodni. Proverbs 3, 5, and 6 say, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding in all of your ways. Acknowledge him, and he will direct your paths. A Példabeszédek 3, 5, 6 ugye azt mondja, hogy bízz az Úrban teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodj. Ismert fel őt minden utadon, és akkor ő egyengeti majd az útjaidat. Back in Isaiah 30, verse 3, the Lord says, turning to Egypt will be to your humiliation and to your shame, and that's exactly what happened. Hogyha visszalapozunk Ézsaiás könyvének 30. részébe, 3. vershez, akkor azt látjuk, hogy Isten azt mondja nekik, hogy ha Egyiptomhoz fordultok segítségét, akkor a végén szégyent vallotok és pironkodni fogtok emiatt. They sought out the help of the world and they got no help. There's a message there. Tehát ők a világ segítségét keresték és kérték, és nem kaptak tőlük semmilyen segítséget. But God has an alternative. De Istennek van egy másik változata. He has an alternative solution. Mindig van egy alternatív megoldása. And listen, he always does. És mindig, mindig van. In your life, a te életedben in your life, God always has an alternative solution. A te életedben is Istennek mindig van egy másik, egy alternatív megoldása. One that usually goes against our natural thinking. És az ő megoldása az általában teljesen ellentétben áll a mi természetes gondolkodásmódunkkal. Look at verse 15. És csak meg mit mond a 15. versben. For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning in rest you shall be saved, in quietness and confidence shall be your strength, but you would not. Mert így szól az én Uram, az Úr, Izrael Szentje. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. A béke és a bizalom erőt adna nektek, de ti nem akarjátok. Here's God's solution to Judah's problems. Itt van Isten megoldása Júda problémájára. Let's go through it and then we'll talk about it. Kicsit átmenjünk rajta, és utána még beszélünk róla. Trusting the promises of God means returning to the Lord. Ha bízunk az Úr ígéreteiben, az azt jelenti, hogy visszatérünk hozzá, megtérünk hozzá. If there's disobedience in my life, I must return
to God's ways. Ha valamilyen engedetlenség van az életemben, akkor vissza kell térnem Isten útjaihoz. Outright disobedience is never consistent with real faith in the promises of God. Mert a nyilvánvaló engedetlenség az soha nem férhet össze azzal, hogy valódi bizalma van valakinek Isten ígéreteiben. You cannot say I am trusting God when you live in disobedience to the will and word of God. It's just not possible. Mert nem mondhatod azt, hogy én bízom Istenben és az ígéreteiben, amikor teljesen nyilvánvalóan ellentétben élsz, tehát az ő akaratával és az ő szavával ellentétben élsz. Trusting God's promises means rest. Az, hogy Isten ígéreteiben bízol, az azt jelenti, hogy higgadtság vagy nyugalom lesz az életedben. When we trust God, we don't have to strive in ourselves. Mert amikor Istenben bízunk, akkor nem kell nekünk görcsölnünk, meg küzdenünk magunkért. We don't have to run around trying to protect ourselves. Nem kell futkároznunk mindenfelé, meg próbálkoznunk megvédeni magunkat. We have the best protector in Jesus. Hiszen a legjobb védelmezőnk van Jézusban. We can rest in him. És benne teljesen nyugodhatunk. And when we do rest in him, we are thereby showing our faith in the Lord and in his promises. És amikor valóban benne nyugszunk, akkor ezzel kifejezzük azt, hogy tényleg bízunk az Úrban és az ő ígéreteiben. Trusting the promises of God means there'll be a quietness. Amikor Isten ígéreteiben bízol, ez azt is jelenti, hogy egy békesség, egy csendesség fogja jellemezni az életedet. When you trust God, you don't need to argue your point. You can just be quiet. Mert amikor Istenben bízol, akkor nem kell érvelned meg valahogy, hogy keresztül vidd az akaratodat, meg megvalósuljon a te véleményed, hanem csak bízhatsz az Úrban, és csendben lehetsz. When I can learn to be quiet before him, then I can learn to be quiet before others. És ha megtanulok Isten előtt csendben lenni, akkor megtanulhatok mások előtt is csendben lenni. And it really shows my trust in him. És az valóban bemutatja, hogy tényleg bízok az Úrban. Trusting God's promises will produce a confidence in my life. Az, amikor bízok Isten ígéreteiben, ez egy bizonyosságot, tehát egy bizalmat fog kialakítani az életemben. I'm not consumed with fear or discouragement. És itt most nem a félelemről vagy az elbátortalanodásról van szó. Because I trust the promises of God. Illetve ezek nem aggasztanak, mert hogy Isten ígéreteiben bízok. You know that he can and you know that he will come through in your life. Egyszerűen csak tudod, hogy ő képes megvalósítani az akaratát az életedben, és meg is fogja. In returning and rest you'll be saved. In quietness and confidence shall be your strength. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok, a béke és a bizalom erőt adna nektek. This is God's solution, alternative solution to Judah's present problem. Tehát ez Istennek a megoldása, ez az ő alternatív megoldása Júdának a jelenlegi problémájára. We read this verse and we say, oh, it's so wonderful. Mert ugye mi olvassuk ezt az ige verset, és arra gondolunk, hogy olyan csodálatos és olyan vigasztaló. I just want you to put yourself in Judah's position. De én szeretném, hogyha valahogy Júda helyébe képzelnétek magatokat. You can hear the Assyrians on the outside of the walls of your city. Azért, mert egyszerűen hallod, hogy ott vannak az asszírok a város falain kívül. They're right there. The enemy is there. Az ellenség ott van. They're ready to destroy you. És éppen készülnek elpusztítani téged. They wiped out your northern cousins, who were much stronger than you. Az északi, náladnál sokkal erősebb rokonaidat éppen most pusztították el. And God says, guys, come here, I got a plan. És akkor Isten azt mondja, gyertek ide, fiúk. I have a solution. It's not Egypt. Nem Egyiptom az. And what are you expecting to hear from God? És akkor ilyenkor te mit vársz, hogy mit fog God's mondani? Got some brilliant war strategy. Hogy Istennek valami csodálatos haditerve van. You know, some mythical, he's going to hand out these incredible arrows. Whatever direction you shoot them in, they hit Assyrians. Van valami mítikus megoldás, hogy valami csodanyilakat ad a kezedbe, hogy bárhova lősz, egy asszírt eltalál. You know, just use these. Drink this potion and you'll be invisible. Azt mondja, hogy ezeket használjátok, meg ezt a kis csodaszert igyátok le, és akkor láthatatlanokká váltok. What great strategy does God have? Ugye arra gondolsz, hogy na micsoda nagyszerű stratégiája lehet Istennek. What does God say? He says, come here. És mit mond Isten? Gyertek ide. Here's the plan. Itt a terv. In returning and rest, you'll be saved. A megtérésben és a higgadtság, vagy a megtérés és a higgadtság segít majd rajtatok, és biztonságban lesztek. Tehát a béke és a bizalom majd erőt ad nektek. I like all of those words.
Nekem nagyon tetszenek ezek a kifejezések. But you know, if somebody is about ready to punch me, these aren't the words that I'm feeling I need to hear at the moment. De amikor éppen valaki készül behúzni nekem, akkor nem gondolom, vagy nem úgy érzem, hogy ezt kéne hallanom abban a pillanatban. In quietness and rest, okay. Okay, csendességben, higgadtan, békességben. Na jó. I mean, and that's what they're experiencing. Mert gondolj bele, hogy ők éppen ezt tapasztalják, ezt élik át. You think that it was easy to do this? You think it's easy to do this? It's not. It's why we don't do it enough. Szerinted könnyű ezt tenni? Nem az. Éppen ezért nem tesszük elég gyakran. No, because our tendency is in our times of need to find a solution. Azért, mert ugye hajlamosak vagyunk a szükség idején valamilyen megoldást keresni. There's a way out, and if there's not, I'll make a way out. Mert biztos, hogy van valami kivezető út, ha meg nincs, majd én készítek egy. And I'm gonna drag as many people into this to help me find a way out. És annyi embert belerántok ebbe, amennyit csak tudok, hogy segítsen kievickélni. And then the Lord says, trust me. És akkor az Úr meg közben azt mondja, hogy csak bízz bennem. Be quiet before me. És légy csendben előttem. Lord, this is not the time to be quiet. Uram, ez éppen nem a csendesség ideje. We're at war here. Hát háborúzunk éppen. And for Judah, that was very real. És Júda számára ez egy nagyon valóságos helyzet volt. I think it's real for us, and I think this has plagued Christianity for too long. És szerintem ez a mi esetünkre is vonatkozik, és szerintem ez az egész helyzet már nagyon régóta, úgymond, kísérti a kereszténységet. It's Christians who learn the truth of God, who do not apply the truth of God. Mármint az a helyzet, amikor olyan keresztények vannak, vagy vagyunk, akik ugye megtanulják Isten igazságait, de nem alkalmazzák. I know it, but I don't let it have any reality in my day-to-day life. Csak nem hagyom, hogy valahogy valóra váljon bármilyen formában is a saját mindennapi életemben. God says in quietness you'll be saved. Isten meg azt mondja, hogy higgadság, meg a békesség, a csendesség majd segít neked, és biztonságban leszel. That's not doing nothing. És itt nem arról van szó, hogy nem csinálsz semmit. I think that's the hardest thing you could possibly do in a moment of real stress. Azért, mert szerintem ez a legnehezebb dolog, amit lehet tenni az igazi nagy nyomás alatt. I gotta do something. Hogy valamit muszáj tennem. And God says no. És Isten azt mondja, hogy nem. Do nothing. Most a semmit csináld. Don't defend yourself. Ne védd meg magad. Don't speak on your behalf. Ne állj ki magadért. Ne szólalj fel a magad érdekében. Be silent. Csak légy csendben. Oh boy, we do. You, that is the most difficult thing I believe we could ever do. In the battle. Hogy egy csatában ez a legnehezebb dolog, amit valaha tennünk kell. That's not doing nothing. És itt nem arról van, ez nem a semmit tevés. That's doing the one thing God says will bring salvation. Ez annak az egyetlen dolognak a cselekvése, amelyről Isten azt mondja, hogy szabadulást fog hozni. That is, trust him. Ez pedig az, hogy bízz benne. Trusting God is the greatest thing, but the most difficult thing in many circumstances you'll ever have to do. Az Istenben bízása a legnagyszerűbb dolog, de nagyon sok körülményben a legnehezebb is, amit valaha tenned kell majd. Now listen, you'll never know the joy or the blessing that could have come through trusting the Lord if you don't trust the Lord. De nagyon figyelj ide. Soha nem fogod megtudni, hogy micsoda öröm és micsoda áldás származhatott volna abból, hogy ha az Úrban bízol, ha nem bízol benne. Because look at those last few words there in that verse, he says, but you would not. Mert nézd csak meg, mit mond ennek a versnek a vége. De ti nem akartátok, vagy nem akarjátok. They wouldn't trust the Lord. Egyszerűen nem voltak hajlandók az Úrban bízni. You know, you meet somebody, a Christian, and you're talking to them. How are things going? Oh, things are really bad. What are you doing about it? I'm just trusting the Lord. It kind of comes out like a, I don't know, you know, kind of a response. Egy keresztényen, ugye megkérdezte, találkozol, hogy vagy. Hát éppen borzalmas helyzetben vagyok, és mit csinálsz? Hát csak bízom az Úrban, és majdnem úgy hangzik, mint a legszörnyűségesebb dolog, amit el lehetne képzelni. Nothing's working, I'm trusting God. Nem működik semmi, úgyhogy Istenben bízok. It's,
you know, God's not saying, you know, let me be your very last alternative. Isten nem azt mondja, hogy hadd legyek én a lehető legutolsó mencsvárad. He's saying, why would you wait that long? Just let me be the first alternative. It won't be easy, but it'll be better. Isten azt mondja, hogy miért várnál ilyen sokáig? Legyek én a legelső, akihez fordulsz, és nem lesz könnyű, de sokkal jobb lesz. Because we don't like silence. Azért, mert egy, mi nem szeretjük a csöndet. And rest. És a nyugalmat. Now you're all saying, oh, I love rest. Hold persze, on. Mind azt mondjátok, de hát én nagyon szeretek pihenni. De you're like, I love, when you teach, I get great rest. Például, amíg tanítasz, addig okay. Én olyan jót pihenek. No, that's not what I'm talking about. Én just nem wait. Erről beszélek. Listen, when we're in a stressful situation and somebody says, just calm down, we're like, shut up! You know what I mean? We just want to kill that person. Nagyon stresszes helyzetben vagy, és valaki azt mondja, csak nyugi, nyugi. Hát legszívesebben leszúrnád. You know, we got to do something. Mert úgy vagy vele, hogy hát valamit tennem kell. Csináljunk már valamit. But the Lord says, be still and know that I am God. De az Úr azt mondja, hogy te csak nyugodj meg, csendesedj el, és tudd, hogy those én vagyok az Isten. Those who wait on the Lord will renew their strength. Hogy akik az Úrra várnak, azoknak az ereje megújul. We'll get there in 10 chapters. 10 rész múlva majd odaérünk. So you didn't hear me quote that verse. No, nem hallottátok, hogy éppen idéztem. Listen, no. God wants you to sit in silence before him. Nem, Isten azt akarja, hogy te csendben ülj előtte. We live in a global society that hates silence. Egy olyan világtársadalomban élünk, amely gyűlöli a csendet. We from the minute we're up till the minute we go to bed, we need electricity. Szóval attól kezdve, hogy felébredünk egészen a lekötésig, szükségünk van az elektromosságra, egyrészt, hogy dőljön a zene ránk. TV vagy akármi. You know, we need stuff, we need stuff, we need stuff. And you say, well, I'm listening to Christian music. Mindegy, whatever. És persze azt mondod, de hát én keresztény zenét hallgatok. I have Christian music. Mindegy, akkor is. But it's always stuff and stuff and stuff and this. De a lényeg az, hogy tele vagy mindenféle zajjal, meg dolgokkal, ami dől rád. And then it's quiet and we're like, whoa. És akkor amikor csönd van, akkor úgy vagyunk, hogy hoppa. And silence is a hard thing. It's a very precious commodity. És a csend az egy nagyon különleges érték. I want to recommend it to you. És én szeretném nektek ezt ajánlani. That you make time for silence before the Lord. Hogy szánjatok időt arra, hogy csak csendben vagytok az Úr előtt. This should be the only sound you hear. Are you ready? És ez kell akkor az egyetlen hang, hogy it's the legyen, greatest sound in the world. Ready? Here it is. Ez a világ legnagyszerűbb hangja. Ready? Hallod? Ready? Here it goes again. Még. Or if you're really technologically driven, you're like. Ha meg már nagyon. Doesn't make any sounds though. Technológia, akkor ugye a kis telefonodban, vagy ez. Just the sound of you flipping the pages in your Bible. Annak a hangja, hogy más se hallani, csak azt, hogy éppen lapozol a Bibliádban. Turn off the Bible studies. Kapcsold ki másoknak a Biblia óráit. And all that, and just God can speak directly to you if you will listen. Mert Isten közvetlenül hozzád is szólhat, ha hajlandó vagy hallgatni rá. The people of Judah would not. De Júda népe nem akarta ezt tenni. Verse 16, they said, no, for we will flee on horses. The Lord says, therefore you shall flee, and we will ride on swift horses. Therefore those who pursue shall be swift. A 16. versben inkább azt mondták, hogy nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnatok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Had they trusted in God's promises, they never had to flee. Hogyha Isten ígéreteiben bíztak volna, soha nem kellett volna menekülniük. You can't say, you know, waiting isn't easy. A várakozás az nem könnyű és nem is passzív. It's, you know, you're not waiting at the doctor's office. Ez nem egy olyan tétlen várakozás, mint amikor az orvosnál a 30-year-old magazine. Teremben ülsz, és egy 30 éves folyóiratot lapozgatsz. What are you waiting? I'm just waiting for the doctor. Mit csinálsz? I'm waiting for my... várok az orvosra. You know, waiting on God is not like waiting at the office. Szóval az Istenre várás az nem olyan, mint amikor az orvosnál a váróteremben. It's an active pursuit of the things of God and an active denial of the things of the world. Ez egy nagyon is aktív és cselekvő keresése Istennek és az ő dolgainak, és egy nagyon is tevékeny megtagadása a világ dolgainak.
Leviticus chapter 26 verse 17 says, I will set my face against you and you shall be defeated by your enemies. Those who hate you shall reign over you and you shall flee when no one pursues you. A Mózes harmadik könyvének a 26. részében a 17. vers azt mondja, hogy szembefordulok veletek, megvernek ellenségeitek, és uralkodni fognak rajtatok gyűlölőitek. Akkor is menekültök, ha senki sem üldözt titeket. It's a prophecy of what's happening now here in Isaiah 30. Itt gyakorlatilag megprofétálta azt, ami itt az Ézsaiás 30. részében okay, történik. Back to verse 18 of chapter, back to 30. 18. De ha visszatérünk 30. a 30. részbe, yeah. és a 18. versbe. Tessék. Azt mondja, hogy de még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson, mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. We often wonder why the Lord waits to do things in our lives. Gyakran, ugye, kíváncsiak vagyunk arra, hogy miért vár az Úr arra, hogy bizonyos dolgokat elvégezzen az életünkben. Isaiah tells us plainly that he may be gracious to us. És itt Ézsaiás nyilvánvalóan és világosan elmondja nekünk, hogy azért, hogy megkegyelmezhessen. Whenever the Lord waits, it always has a loving purpose behind it. Bármikor is várakozik az Úr, annak mindig valami szeretetteli célja van. When God has mercy on us, és amikor Isten irgalmas hozzánk, it exalts him. Az mindig őt magasztalja. See, mercy does nothing to exalt the person who receives mercy. Mert az irgalmasság, a soha nem az irgalmasság fogadóját magasztalja. Mercy, when I receive mercy, it only proves that I'm guilty and in need of God's mercy. Mert hogyha én éppen irgalmat okay. kapok, az csak azt bizonyítja, hogy hát vétkes voltam, és szükségem volt Isten irgalmára. Mercy exalts the goodness of the one showing mercy. Az irgalom mindig annak a jóságát magasztalja, aki irgalmas, aki az irgalmasságot mutatja. God is glorified by showing us mercy. Tehát Isten felmagasztaltatik azáltal, hogy irgalmaz nekünk. But he's also a just God. De ugyanakkor ő egy igazságos, egy jogos Isten is. And on the surface, justice and mercy seem opposed to one another. És így a felszínen látszólag az irgalmasság és az igazságosság ellentétben áll egymással. If a guilty criminal stands before a judge, the judge can either show mercy or show justice. Hogyha egy vétkes bűnöző áll a bíró előtt, akkor a bíró ugye kegyelmezhet, ugye irgalmas lehet hozzá, vagy pedig kirója rá az igazságot. But God is so great, he can show both. De Isten annyira hatalmas és nagy, hogy ő egyszerre mindkettőt teheti. On the cross, Jesus took the punishment of our sins. Azért, mert a kereszten Jézus magára vette a mi bűneinknek a büntetését. God's justice is satisfied. És ott megelégítette Istennek az igazságszolgáltatását. But at the same time, he shows mercy by extending it to you and me because of the cross. De ezzel egy időben ő nekünk irgalmaz, pontosan a kereszt miatt. Romans 3:26 says that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. A Róma 3:26 azt mondja, hogy igaz legyen és a megigazítója is annak, aki Jézusban hisz. And then Isaiah says here in verse 18, blessed are those who wait for him. És itt utána a 18. versben Ézsaiás azt mondja, hogy boldogok mindazok, akik benne reménykednek, vagy őre várnak. What a great, listen to this. There's a blessing for those who wait on God. That's how critical this is. A boldogok vagy áldottak mindazok, tehát egy áldás vár azokra, akik az Úrra várnak. Let's read verse 19. Olvassuk a 19. verset. Ne sír többé Sion népe, amely Jeruzsálemben laksz. Bizonyosan megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz. Mihelyt meghallja, válaszol neked. God is not deaf to the cry of his people. Nem süket az ő népe kiáltására. For me, the story of Lazarus is one of the most profound passages in this context. Ilyen értelemben számomra Lázár története az egyik legcsodálatosabb, vagy legnagyobb mélységeket kifejező igerész. I learn about the heart of God. Mert abban Isten szívéről tanulok. You remember the passage, Lazarus is sick, his sisters send for Jesus? Emlékeztek arra a részre, Lázár
Lázár megbetegedette, és a nővérei Jézusért küldtek. But he didn't come. De ő nem jött. And then Lazarus died. És utána Lázár meghalt. And then Jesus came. Aztán megérkezett Jézus. Jesus gets there, everybody's weeping and mourning. Odaér Jézus, mindenki gyászol, sír. Martha was so frustrated. Márta rettenetesen ki volt akadva. I mean, she let Jesus have it. If you would have been here. És tett róla, and she had her finger Jézus like that. Tudomást I know. Tehát biztos vagyok benne, hogy így csinál. Ha itt lettél volna, ez nem történik meg. And but it was in the context of this that Jesus said for me the most profound thing when he said, Martha, I am the resurrection and I am life. És számomra a legmélyebb dolog, amit Jézus vala mondott, pontosan ebben a helyzetben, hogy azt mondta Mártának, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. And Martha comes back now full of faith. És Márta utána visszatért a többiekhez telve hittel. Jesus goes to the tomb of Lazarus knowing 100% he was going to raise him from the dead. Jézus pedig elindul Lázárnak a sírjához, és 100%-osan bizonyos abban, hogy fel fogja őt támasztani. He's been saying that, nobody's been listening. Eddig is ezt mondta, csak senki nem figyelt rá. Now, you shouldn't do this very often, but I want you to try to put yourself into Jesus' shoes for a second. Ezt nem kéne nagyon gyakran eltenni, you need to do it less often. Magad Jézus helyébe képzel, mint a te lennél Jézus. You know, where we don't, you know, when gyakran. Yeah, you understand. Okay, but I want you to try to imagine, put yourself in Jesus' place here. De én most szeretném mégis, hogyha elképzelnétek, hogy ti vagytok Jézus ebben a helyzetben. What would it be like for you? Te hogy éreznéd magad? When you come to a group of weeping, mourning people, knowing you're going to raise the guy from the dead. Hogy odaérsz egy csoportnyi gyászoló, zokogó emberhez, tudván, hogy te feltámasztod majd a halottat. Knowing that you have the power to do it. És tudod, hogy megvan erre a hatalmad. I mean, do you understand? Up to this point, this is the greatest moment in the history of the world. Nem tudom, a dead guy is going to come back to life. Hogy a világ történelemben eddig most jön el a legnagyobb esemény. The only greater moment is when Jesus raises himself from the dead. Halottat a halálból. Ennél már csak az volt a nagyobb, amikor önmagát támasztotta fel a halálból. When this is going to change, this changes everything. Mert ez mindent meg fog változtatni. And you know it. You know. You have this information. És te tudod. Te birtokában vagy ennek az információnak. And you come to people and oh, poor Lazarus. És odaérsz azokhoz az emberekhez, akik csak ott annyi sírnak, hogy jaj, ez a szegény Lázár. Oh, we're gonna miss him so much. Annyira fog nekünk hiányozni. How do you respond? Szóval te hogyan reagálnál erre a helyzetre? It's okay. No? Minden rendben, baby. És én kuncogni. You don't have to cry. Nem kell sírni. What do you mean? It's a horrible day. Ugyan, hát ez a legszörnyűbb no, az életemben. Just come with me to the tomb. Gyere velem a sírhoz. I don't want to go anywhere. I'm not moving. Seriously, come with me to the tomb. Csak gyere már végre a sírhoz. I gotta show you something, please. Majd én mutatok neked ott valamit. This is, quit your crying and come with me. Szóval most már hagyd abba a sírást, és gyere velem. Right, because you know what's coming, and so you know that their emotions are meaningless based on what is going to happen. Azért, mert ugye tudod, hogy mi fog történni, és azt is, hogy teljesen fölöslegesek ezek a nagy érzelmek most bennük, meg abszolút értelmetlenek, annak alapján, hogy mi fog történni. But what does the Bible say? De mégis mit mondott a Biblia? Jesus wept. Hogy Jézus sírt. Jesus wept. That's one of the most profound passages in the scripture. When you want to know the heart of God, remember, Jesus wept. Szerintem ez az egyik legnagyobb mélységet kifejező igerész, ige az egész igében. Hogyha szeretnéd megismerni Istennek a szívét, akkor ezt nézd meg, hogy Jézus sírt. He didn't have to. Nem kellett sírnia. He didn't weep, oh poor Lazarus. Nem az esély, hogy ez a szegény Lázár. If only I had been here a day earlier, my power would work. Hogyha egy nappal korábban érkeztem volna, akkor működne az erőm. Why did Jesus weep? Miért sírt Jézus? Why? Miért? Listen, you have to hear this. Ezt meg kell hallanod. Because they were weeping. Azért, mert ők sírtak. Can you believe that?
Tudod ezt hinni? God knows what he's going to do in your life, and he knows that he's going to turn all things for good. Isten pontosan tudja, hogy mit fog tenni az életedben, és azt is tudja, hogy mindent a javadra fog. And one day he'll take away all of your tears in heaven. És azt is tudja, hogy egy nap az összes könnyedet letörli a mennyben. But we're not in heaven yet. Csak még nem vagyunk a mennyben. And he weeps with those who weep. És ő együtt sír azokkal, akik sírnak. Knowing full well what he's going to do, he weeps with them. Pontosan tudja, hogy mit fog tenni, mégis velük sír. God is not deaf to your cries. Isten nem süket a te kiáltásaidra. He hears you. Ő hallja a hangodat. And he'll respond. És válaszolni is fog. Verse 20 and verse 21. A 20. és a 21. vers. És bár szűkösen adott kenyeret, és kimérte a vizet az Úr, nem állítják többé félre tanítódat, hanem saját szemeddel láthatod tanítódat. Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót, ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le. Vagy angolul azt mondaná, hogy meghallod a szót, hogy ezen az úton járj, ha jobbra vagy balra letérsz. Kicsit mást jelent. Verse 20. Szóval 20. vers. The idea here is that it's better to be uncomfortable and in tune with God than to be comfortable and out of tune with God. És azt mondja itt a 20. vers alapján, hogy sokkal jobb kényelmetlenül érezni magunkat, de teljes összhangban Istennel, mint teljes kényelemben élni, de nem Isten akaratában. Now, verse 21. Verse 21 is one of my favorite verses. A 21. vers az egyik kedvencem. I think it has so many different applications, but let me apply one tonight. Szerintem annyira nagyon sokféle módon lehetne alkalmazni, de én most csak egy alkalmazást fogok elmondani. In this context, I want you to notice the listener in this verse. Én szeretném, hogyha ebben az igeversben azt figyelnénk meg, hogy ki is a hallgató. Notice first their position. Towards God. Figyeld meg, hogy milyen helyzetben van Isten előtt. They have their back to the Lord. Éppen hátat fordított. Because the voice is coming from behind. Azért, mert mögötte hallja Istennek a szavát. And that was the state of the people of God at this time. És Isten népe ilyen állapotban volt ebben az időben. They had their backs to the Lord. Hátat fordítottak Istennek. They were not trusting in the promises of God. Nem bíztak Istennek az ígéreteiben. But what I love about this verse is that it's an unconditional promise. Viszont nekem azt tetszik nagyon ebben az igeversben, hogy ez egy feltétel nélküli ígéret. He doesn't say, "I'll speak to you if you." That. Nem azt mondja, hogy hát majd szólok hozzád, ha te ezt meg azt meg amazt. You know, read your Bible more, pray more. Kicsit többet olvasd a Bibliát, go to church more. Többet jársz gyülekezetbe. Act more holy. Vagy szentből viselkedsz. No, this is an unconditional promise. Ez egy teljesen feltétel nélküli ígéret. And the Bible says that even if I'm faithful, he remains faithful. He cannot deny himself. Mert a Biblia azt mondja, hogy amikor mi hitetlenkedünk, vagy hűtlenkedünk, ő akkor is hűséges marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. I want you to see the goodness of God in this verse. Én szeretném, hogyha észrevennénk Istennek a jóságát ebben az ige versben. They have their backs to him. Ők éppen hátat fordítottak neki. And they're wandering away from him. És egészen tőle elmutató irányba mennek. To the right, and then let's go over to the left. Egyszer jobbra, egy kicsit balra is. And you know, and we do that. És mi is ezt szoktuk tenni. Oh, I'm gonna head in this direction. Hát elindulok ebbe az irányba. And then there's, you know, and then it's like, no, I don't like this direction. Hát nekem nem tetszik. Come back, you're like, hey God, and then you keep going that way, you know. Integetünk egyet, you know? Istenén, de folytatjuk az utat balra. You know, and if you do that enough, you feel like you're okay because you see God quite often. És ha elég gyakran csinálod ezt, akkor még közben azt gondolod, hogy minden rendben van veled, mert igen gyakran elmész Isten mellett, és látod. You know, it's like, hey, I see the Lord regularly, you know. És azt mondod, én rendszeresen találkozom az Úrral. You know, it's always a side view. God, boom, God, you know, it's... Mindig olyan, a lot of Christians live like that. Isten, meg sok keresztény így is él, oda-vissza megy. But what is the word of the Lord here? De mit mond itt az Úr? You have your back. You have your back to me. You will still hear a voice behind you. Éppen hátat fordítottál nekem, akkor is meghallasz magad mögött egy szót. But we have our backs to you. Yet, so what? De hát én hátat fordítottam neked, na és akkor?
So I think sometimes we have this idea that if I'm in the exact zone where God wants me, then he can speak to me. Azért, mert néha ugye mi azt képzeljük valahogy, hogyha én pontosan azon a helyen vagyok, ahol hallhatom Isten hangját, akkor majd Isten megszólal. So let me go back to Lazarus. There's a problem with your theory. Szeretnék visszatérni Lázárhoz, mert kicsit hibás az elméleted. Lazarus was dead. Mert Lázár ugye halott volt. He was not in anybody's zone. Ő nem volt semmiféle zónában. He wasn't sehol. Walking in the way of the Lord. He wasn't egyáltalán walking. Nem az Úr útján járt, sehogy nem járt. He was dead. Ez egy hullám volt. And then, right? Nem? Yeah. And then Jesus said, "Lazarus, come forth." És akkor Jézus azt mondta neki, hogy Lázár, jöjj elő. Have you ever, listen, and I don't mean to be disrespectful in any way, but have you ever thought to talk to the graves in a cemetery? Seriously. Nem akarok most egy kicsit tiszteletlen lenni, de eszedbe jutott már valaha, hogy csak így a sírhoz beszélj, egy temetőben. Come forward. Hogy jöjj elő. No. Nem. If you did, we'd think you're crazy. Szóval, hogyha mégis, hát akkor biztos azt gondolnánk, hogy őrült vagy. Can you imagine Jesus talking to a tomb, saying, "Lazarus, come out here." Hogy Jézus egy sírhoz szól, és azt mondja, hogy Lázár, jöjj elő. If you think that God can only speak to you, that he's so weak that he can only speak to you if you are in a good place with him, then you don't know God. Hogyha te azt gondolod, hogy Isten csak akkor tud megszólítani téged, hogyha éppen a lehető legjobb helyen állsz vele, akkor nem ismered Istent. They have their backs to him. Ők éppen hátat fordítottak neki. They're running. Aztán jobbra balra ingadoznak. It's like a tennis match, you know that? Mint egy tennis match. And they intersect with God every once in a while. És úgy időnként keresztezi az útjuk Istenét. And that's a lot of Christians' lives, and it's very dizzy. És nagyon sok keresztény élete pont ilyen, úgy azért is szédülnek annyira. But God is so merciful. De Isten nagyon irgalmas. He speaks out. Úgyhogy ő megszólal. And he says that they'll hear with the ear. És azt mondja itt, azt ígéri, hogy meg fogják hallani a fülükkel, hogy mit mond. You will, your ears will hear a word. Hogy a füled hallani fogja az ő szavát. Even a mögötted hangzó szót meghallod. Even in rebellion, God can, he can always reach us, guys. Még a lázadásunk kellős közepette is el tud érni minket Isten. Mindig el tud érni minket. He speaks. Ő szól. Now, you say, well, if God speaks, then I don't need to really focus on listening. És lehet, hogy te erre azt mondod, hogy hát ha Isten ennyire jól szól, akkor abszolút nem kell arra figyelnem, hogy én megfigyeljek. Do you understand, though, that the children of God are at the very last string. They're hanging by the last thread over a cliff. De értitek-e azt, hogy itt Isten népe éppen a szakadék fölött az utolsó cérna szálon lóg. Listen Isten to me. Most hívja őket, hogy figyeljetek rám. But they would not. De nem akartak. That's not the way God wants to lead your life. Isten nem így szeretné vezetni az életedet. He has something much better than ennél that. Sokkal, de sokkal jobbat tartogat a számodra. He can pierce through any darkness, through any hardness, through even death. Persze az ő szava áthatolhat bármilyen keménységen, bármiféle halottságon, vagyis hát még a halálon is, bármin. But why wait that long in life? De miért akarnánk kivárni ezt az időt? That's az életben, ilyen sokáig várni az életben. Foolish. Ez egyszerűen csak bolondság. Why keep going? Right, left, right, left, right, left, miért right, left. Mennél rá, de jobbra, balra, és folytonosan. God does have a place for us of rest. Azért, mert Isten egy békés helyet tartogat a számunkra, ahol nyugalom van. I hope you're in that. Remélem, hogy te azon a helyen vagy. It may not feel very restful. Lehet, hogy nem kelt valami nagyon nyugalmas érzéseket. It might feel very stressful. Sőt, lehet, hogy maga a helyzet nagyon stresszesnek tűnik. But you can be at rest in the presence of God. De te magad békességben lehetsz Isten jelenlétében. If you'll trust the Lord. Ha bízol benne. And that's where I'd like to end. Isn't it great to know that God
can intervene at any moment in our lives. Nem csodálatos tudni azt, és ezzel szeretném befejezni, hogy Isten az életünk bármelyik pillanatába hirtelen beleavatkozhat a helyzetünk. We are, the Bible says we are in his hands. A Biblia azt mondja, hogy mi az ő tenyerén vagyunk, az ő kezében. To him who is able to present us faultless before his presence with glory and exceeding joy. Annak, aki képes minket megőrizni a botlástól és fethetetlenségben, fethetetlenül az ő dicsősége elé állítani újongó örömmel. If you're in Christ, you belong to God. Hogyha te Krisztusban vagy, akkor Istené vagy. And you have the privilege of being before him, hearing his voice, receiving those blessings. És az a kiváltság a tiéd, hogy ott vagy előtte, hallhatod a hangját, kaphatod az áldásait. What a great privilege that is. És milyen hihetetlen nagy kiváltság ez. It makes the right and the left look like trash heaps. És minden jobbra és balra lévő helyet gyakorlatilag szemétdombnak tüntet fel. But we do that. We're so silly. Oh, there's trash. Let's go play, you know? Mégis ezt tesszük, olyan buták vagyunk, hogy nézd, ott van ez a nagy szemétrakás. I smell like trash. I need God. Hú, aztán most meg úgy bűzlek, mint a szemét. Istenre van szükségem. And then I go to God. Oh, I've been look at the trash over there, you know. Oda megyek hozzá, aztán meg, na, itt is van egy szemétrakás, ezt nézd meg. We don't have to play in the trash. De nem kell a szemétben játszadoznunk. There's a place for us. Mert van egy hely a számunkra. It's a place of trusting the Lord. És az a hely arról szól, hogy ott az Úrban bízunk. What a great privilege that is. We can trust God. És micsoda hihetetlen kiváltság az, hogy bízhatunk Istenben. Hát az jó hír, nem? Let's all stand. I'm going to close in a word of prayer, and then we're going to close in a final song. Befejezni, és utána még egy dallal. I'll wait for the chairs to stop popping. Megvárom ezt. God can't hear me. Hogy minden szék felbillenjen, mert így nem hall engem Isten. Father, thank you so much for your word. Atyám, nagyon köszönöm az igédet. I pray that your word, Lord, would take root in our hearts. És azért imádkozom, hogy mélyen gyökeret verjen a szívünkben az igéd. Lord, I pray tonight that we wouldn't have that sense of failure as much as that desire to be before you. És atyám, azért imádkozom, hogy ma este ne úgy érezzük magunkat, mint akik kudarcot vallottak, hanem inkább egy vágy legyen bennünk arra, hogy oda menjünk eléd, és ott éljünk előtte. If I focus upon failures, then it's just a, that would never end. Mert tudom, ha a kudarcaimra összpontosítanék, akkor ez soha véget nem érne. But you're greater, Lord, even than my failures. De Uram, te nagyobb vagy az én bukásaimnál. So Lord, I thank you that we can trust you. Ezért, Uram, hálát adok neked azért, hogy bízhatunk benned. You have an alternative solution to the problems of our lives. Hogy egy alternatív megoldást tartogatsz mindig az életünk problémáira. We worship you, Lord. Imádunk téged, Urunk. Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Szavak mondhatnák el az Isten szerelmét? Milyen képpel festhetnénk le, amit érez felé? Istenem, ha minden dal a földön szem még ki a szeretetet, ha a világ minden könyve rólad szólna, nem tudná leírni a kegyelmet, amíg élek, amíg lélegzek, neked éneklek, mert megmentett. Száz évig járnám a föld.
és nem üres beszéd. Ez a szeretet csak egy helyről árad, az Atyától felé. Istenem, a minden dal a földön, rólad szegne, nem fejezhetnék ki a szeretetet, ha a világ minden könyve rólad szólna, nem tudná leírni a kegyelmet, amíg élek, amíg lélegzek, neked éneklek, mert megmentettél, és ha még száz évig járnám a föld, Father, we thank you so much for your great love. Atyánk, annyira köszönjük a te nagy szeretetedet. Thank you for how you love us. Köszönjük, ahogy te szeretsz minket. Lord, your love, your presence in our lives makes us want more of you. Uram, a te szereteted és a te jelenléted az életünkben csak azt kiáltja bennünk azt hozzá, hogy még többet akarunk belőle. Father, I pray for the outpouring of your Holy Spirit upon each one of us. Uram, azért imádkozom, hogy mindegyikünkre külön-külön áraszt ki a te lelkedet. Lord, I know there's a lot of people who are watching online. I pray the same for them. Tudom, hogy sokan nézik most az interneten keresztül ezt az alkalmat, és értük is ugyanezt az imádkozást. Right now, Lord, wherever they are, Uram, bless most, them. Ahol most ők vannak, ott áld meg őket. Pour out your Spirit upon them. És öntsd ki rájuk a te lelkedet. Our lives are yours, God. Az életünk a tiéd, Istenem. We thank you. Köszönjük. Because you've given us your life. Azért, mert te már értük adtad az életed. Thank you, Jesus. Köszönjük, in Jesus' name. Az ő nevében. Amen. 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 The Lord be with you guys this week. Legyen veletek az Úr ezen a héten. And just enjoy the week and we'll see you on Sunday. És találkozunk vasárnap. Sziasztok. I like this. It's like a tag team, like a wrestling WWE.